a kis telked megtermelt répát, zöldséget és egyebet, és a fél levágott disznót be akartam tenni egy fagyaszoládába, akkor bizony el kellett mennem a, mit tudom én, az akkori szivárványáruházba, vagy a műszaki áruházba, vagy a Skálába, és oda mentem, és nem volt fagyasztóláda, mert a magyar ipar nem tudott annyit gyártani, mint amennyi az igény volt. És akkor emlékeztek rá biztos, hogy a eladónak a zsebébe kellett csúsztatni a százasokat, és akkor azt mondta, hogy ha jönni egy fagyasztóláda, akkor föl tetszik engem hívni, és akkor rohanok érte. Egy másik hegy, a Roncs tévék hegye. Ez valószínűleg már 90-es, arra kérünk. Vigyázzuk fel. Igen. Van köztük magyar, szovjet és nyugati. Érdemes volt elmenni külföldre, hogy megint csak a hiány és a minőség miatt. Ünnepnap van ma, jelen van ez a Karika 2-es tévéműsor, amely mindig mondja, hogy ne menjen el, ne menjen el. Solymos Antal együtt játszott Hofival. Emlékszik rá, ahogy Hofi viccet csinált, ahogy mondták, a gorenje szocializmusból. Akkor a Géza a Madács kamarába kifigurázta azt, hogy jönnek a trabantok egymástán hosszú sorba, és a tetején egyensúlyoznak ugye a gorenje fagyasztó ládák. Nem csak a magyarok nevettek saját magukon, az osztrákok is nevetnek azóta is a magyarokon. Amikor jöttek a trabantok, színdarabba élő hihetetlen látvány volt, ahogy megpróbálták a trabant tetején a nagy hűtőszekrényt valahogy elszállítani. Viccek is voltak. Milyen viccek? Először a hűtőszekrény van a trabanton, aztán a kanyar után már fordítva. Ez már a trabantos gorenny és rodeó, amit a schengeni csatlakozás tiszteletére rendeztek. Hát, valami ilyesmi nevethettek az osztrákok is. Bukovics Benyámin azt mondja, ez akkoriban számára nem vicc, hanem a valóság volt. Amíg a fiatalok intézték a papírokat, mert hát azért ez itt adott esetben több órát is eltartott, mire visszamentek a kocsihoz, a nagypapa meghalt. Szülés nem volt? Hát szülés az nem volt, de olyan az volt, hogy mentő innen vitte szülőnőt, az volt. A volt vámparancsnok arról mesél, ha csempészetről volt szó, a leleményesség nem ismert határt. Elképzelhetetlen helyeken is lehetett találni. Fokrémes tubustól kezdve a szendvicsek között, a szalámi helyett a 100 forintosok, vagy a valuta, kinek milyen volt éppenséggel. Mert nem csak a valutát, a forintot is, azt is vitték kifelé szép számban. A videókhoz filmek is kellettek, és Magyarországon az sem volt. 6 éves voltam, amikor ezt megtanultad. Én ezt tudom, nem? Emlékszel még? A mai középkorúak talán még emlékeznek az ilyen filmekre, az interneten találtuk. Ez azt állod fogalmányt! Minden kéten áll. Jó, robbanj! Baráti körömben volt egy csomós srác, aki péntek, szombat, vasárnapra lementek Sopronba, kivettek egy szállodába egy szobát, és hatalmas felvevő gépeikkel az osztrák adásból éjszaka vadázták a filmeket, fölvették, akkor ugye hát az németül ment, na akkor kerültek rá utána itthon ezek a magyar utószinkronok, ezek az amatőr utószinkronok, és hát ezeket terjesztették a baráti körbe. Commodore 64-es egy régi reklámban. Nagyon sok magyar gyerek és felnőtt vágyálma volt, és bár tényleg csak gyerekjáték volt, nem szabadott behozni. Találék, hogy nagyon a magyar ember, hogy szétszették alkatrészek, és olyan alkatrészenként történt meg a vámkezelés, hazavitték szépen, hogy szakember összeszerelte. Ez egy vágyálom volt a számunkra, mit tudom én, a 80-as években, hogyha valakinek volt egy ilyen keverője, akkor ezzel már a színpadon óriási dolgokat lehetett csinálni, és hát szegény ez is így végezte. A zenészek a hangszereket is csempészték, ugyanis jó minőségű hangszert itthon szinte egyáltalán nem lehetett kapni. Vámmal együtt viszont a külföldi szinte megfizethetetlen lett volna. A szintetizátort az könnyű volt úgy eldugni a csomagtartóba, hogy rátettük a mackoruhákat, meg az egyéb dolgokat. Hát nagy részt ezeket csempészni kellett. Mert hogyha a vámos aztán kiszúrta és megállítottak minket, és akkor komoly vámot kellett utána fizetni. Szex volt a Maria Hilferen, bár az utcában szinte minden megváltozott, ez a bolt még ugyanott van. Itt 88-ban magyar eladók dolgoztak. Áruhiány, hát ha árunak nevezzük a pornokazettát, hozták, tömegével hozták. 5000 forint túllépése esetén már bűncselekmény volt a csempészés. Mindenki reklamált, és leginkább ezt nem értették meg, hogy nem átszorozzuk a kinti vásárolt árat forint árfolyamon,
hanem a belföldi forgalmi értéket tüntetjük fel az adott árura. Általában a politikai vezetés akkor is, meg most is csak akkor volt hajlandó lépni, ha tényleg a utolsó pillanatokba került az ország, mondjuk pénzügyi állapota a csőd előtti utolsó pillanatokba. Aztán 1989 tavaszán egyszer csak kiderült, ami az embereknek olcsó volt, az országnak sokba került. Ugyanis a valuta kerethez a dollárt az államnak kellett előteremteni. Tehát egy 5 milliárd dollár, és ebből kb. 3 milliárd az, ami az adósságot növelte direkt. A valuta alap felmondta Magyarország szerződését, tehát nem kaptunk több hitelt. Az egész hitelességét a magyar gazdaságpolitikának aláásta, amikor ugye azon volt a erőlködés, hogy olyan reformprogramot és olyan gazdaságpolitikát csináljunk, ami stabilizál, előremutat és a jövőt építi, ehelyett egy ilyen partalan fogyasztási konstrukciót vezettünk be. A Gorenje turizmusnak 1989. április 8-án lett vége. Ekkortól nem lehetett összevonni a valutakeretet, és újra több lett a vám. Néhány nappal előtte volt az utolsó, legnagyobb roham. Az üzleteket már nem lehetett működtetni, ezért fölrakták az árut kamionokra, teherautókra, lehozták ide a határ mellé, és onnan árulták. Ugye magyaráztuk, hogy ez ugye az elején van, először lehet utazni, most tudnak szabadon menni, van egy felhalmozott éjség, ez majd később le fog csillapodni, de hát ezeknek a IMF-es tisztségviselőknek ez egy borzasztó nagy lazasság volt, és felelőtlenség volt. Az osztrákok csodálkoztak, és azóta is csodálkoznak a magyarokon. Talán azért is, mert ott az elmúlt évtizedekben senkinek nem okozott gondot, hogy vegyen egy hűtőszekrényt. Meg voltunk döbbenve a magyarok hihetetlen fogyasztási vágyától. Úgy gondolom, Magyarországon is lassan elkezdenek már azon gondolkodni, hogy a nyugati reklámígéretek és fogyasztási kultúra nem minden, amit az életben el lehet érni. A használt hűtőszekrényt korábban eldobálták. Az áhított fogyasztási cikkből környezetszennyező, illegális hulladék lett. 2005 óta kötelező gyűjteni és újrahasznosítani. Itt körbenézünk, nagy része az erdőkben landolt, amit a lakosság már nem tudott hova tenni, tényleg a patakpartokon kidobva, a szántóföldeken, mindenhol, amerre mentünk, mindenhol a hűtőgép és mosógép roncsokat láttunk. A használt gorenjékből ilyen alumínium hegyek lesznek, amikből újra lehet hűtőket gyártani. Az egyötödéért, mintha új alumíniumot kellene önteni. Ez volt a tényekest.